És fogalmazzuk meg újra a kértséget, szándékot, azért vagyunk itt, hogy a saját elménk tisztításával és építésével, erősítésével foglalkozzunk, föltárásával a világ összes lénye javáért. Tehát azzal foglalkozunk, hogy a újraszületés jelenségét magunkévá tegyük, megértsük és el tudjuk fogadni. És arról beszéltünk, hogy ha materialista módon közelítjük meg ezt a kérdést, akkor nagyon nehéz ezt elfogadni. Ugye a materialista ember úgy gondolkozik, hogy itt van ez a világ, a dolgok világa. Ugye itt van a bolygó, rajta a hegyek, völgyek, tengerek, városok, emberek, állatok. Itt vagyok én. És akkor ezt az egészet itt kell majd hagyni, amikor meghalok. És akkor ki tudja, mi lesz velem. Mindenesetre ez a dolog úgy, ahogy van, folyik tovább nélkülem, nincs jelentősége, hogy itt vagyok, vagy nem. És akkor az ember úgy gondolja, hogy na akkor majd itt visszajövök ugyanebbe, és akkor folytatva mondta, hogy abba hagytam, vagy valahol máshol. És az egész nagyon nehéz ügy. Ja, nagyon nehéz ügy. És akkor az ember ugye keresi a bizonyítékokat, hogy hogy lehet ezt lebizonyítani, hogy ez így lehet, lehetséges, vagy nem lehetséges. És akkor van ugye pro és kontra, és egy végtelen dolog. Aztán eljutottunk odáig, hogy ahhoz, hogy megértsük a újraszületés jelenségét, másképp kell gondolkoznunk. El kell jutnunk a fölismeréshez, hogy szellemi világban, szellemi természetű világban élünk, amiről ugye már délelőtt is beszéltünk. Szellemi természetű világban élünk, és ezt tárgyaltuk most ugye elég hosszú időn keresztül. Beszéltünk ugye a tudat
kibontakozásáról egy más módon, tehát nem ezen a módon, ahogyan délelőtt, hanem egy más módon. A Kacor király című magyar mese kapcsán és annak a keleti buddhista változata kapcsán, ugye, beszéltünk arról, hogy az ember a jelenben teremti a világát, és beszéltünk az öt halmazról, tehát hogy hogyan épül föl a tudat minden pillanatban az öt halmazból, amelyből az első volt a nem tudás, annak is voltak különböző fokozatai, ugye. Azután jött a második volt a szokás, beidegződés. Ugye a nem tudás mi a nem tudás? Nem tudás azt jelenti, hogy nem ismerjük önmagunk igaz természetét. A beidegződés az pedig azt jelenti, hogy még a nem tudás jelenti, amellett, hogy nem ismerjük igaz természetünket, azt is jelenti, hogy a világtól elválasztottnak érezzük magunkat. És ezt az álom példájával ugye illusztráltuk, azt mondtuk, hogy az álomban is úgy érezzük, hogy például, hogyha találkozunk egy fenevaddal az álmunkban, úgy érezzük, hogy két különböző lény áll egymással szembe, itt vagyok én, ott van a fenevad, és ez a fenevad ugye fenyegeti az én életemet. És ez egy teljesen egyértelmű, konkrét érzés az álomban. Miközben ugye ez az egész hamis, mert ha fölébredünk, miután fölébredtünk, ugye bebizonyosodik, hogy az egész csak egy elmében született világ volt, az egész tájjal, a fenevaddal és önmagunkkal is, tehát abban a helyzetben, ugye, hogy ott vagyunk például egy erdőben, és akkor jön velünk szembe egy fenevad, ezt az egészet csak az elme teremtette. És ha ezt így ugye végig gondoljuk, akkor rájövünk, hogy hát az elme, mivel hogy ez is önmagunk is, és a fenevad is az elme teremtménye volt, ezért a kettő nincs egymástól elválasztva. Mind az elme. Ez csak az elme. Ja? Tehát csak az elme. Az álomban az elmeink, saját elmeinket látjuk, mégis ugye azt hiszük, hogy tőlünk elválasztott dolgokkal találkozunk. Na, tehát ez a alapvető nem tudás. Ez hozzátartozik alapvető nem tudáshoz. Tehát nem csak az a tény, hogy nem ismerjük önmagunkat, hanem már az a tény is, hogy egy téves képzetünk van a valóságról. Ez is az alapvető nem tudás. Tehát egy nagy tévedés, tévhit. Ez tehát az alapvető nem tudás. Mondjuk egy leírása. És még az is hozzátartozik, hogy az ember mint egy kívülről látja saját magát. Ez is az alapvető nem tudásnak egy tulajdonsága. Kívülről szemléljük magunkat. Ezt ugye mindenki ismeri. Az ember ugye nagyon keveset éli, kevésszer éli át, nagyon ritkán éli át ugye a dolgokat belülről, tehát intimitásukban és teljességükben, hanem egy nagyon felszínes, mondhatjuk külső szemlélő, zavaros külső szemlélő pontból építi fel az ember a saját életének, illetve helyzeteiről a saját képét. Tehát ez szintén az alapvető nem tudásnak egy tünete. A következő halmaz volt a beidegződés, szokás. Ez pedig azt jelenti, hogy egy pillanatig sem kételkedünk abban, ami
az alapvető nem tudás mutat föl nekünk. Egy pillanatig sem kételkedünk abban, hogy valóban el vagyunk választva a világtól, és ezt teljesen természetesnek veszük, el sem tudjuk képzelni, hogy másképp is lehetne. Ezt hívjuk úgy, hogy nem, hogy a megszokás, beidegződés, megszokás. A következő volt ugye a érzés. Érzés. Az érzés azt jelenti, hogy az ember, amikor ugye létrehozza ezt a szakadékot önmaga és a világ többi része közül, vagyis azt mondja, hogy ez én vagyok, ez pedig már nem én vagyok, ez pedig már más, ez tőlem idegen valami. Abban a pillanatban ugye az emberben a másik, az a tőle idegen valami érzéseket vált ki. Tehát a dolgok lehetnek ugye kedves dolgok, lehetnek ellenszenves dolgok, rokonszenves dolgok, vonzó, taszító dolgok, vagy semleges dolgok. Tehát ez a fajta játék beindul. Következő lépés az énünk, vagyis a zavaros tudat és az én kialakulásában, kibontakozásában, az észlelés ösztönzés azt jelenti, hogy nem csak érezzük, nem csak észleljük a dolgot, hanem belőlünk ugye válaszokat váltanak ki, tehát ösztönöznek minket különböző dolgokra, ösztönöznek bennünket cselekvésre, és így tovább. Ösztönöznek, észlelés, ösztönözés. Ezután jön a fogalom. A fogalom. A fogalom. A fogalom azt jelenti, hogy az élményeinket megfogalmazzuk szóban. Élményeinket megfogalmazzuk szóban. Ez a fogalom. A fogalomalkotás az egy jó dolog, mondjuk praktikus dolog, természetesen szükségünk van szavakra, csak van ott egy problémánk. A probléma pedig az, hogy kialakul nálunk az a szokás, hogy a fogalmakkal helyettesítjük a valóságot. Ja? Tehát amikor a fogalmak megszületnek, attól közben fennáll a veszélye, mondjuk így, a gyakorlatban ennél sokkal többről van szó, nem csak a veszélye áll fönn, hanem egyszerűen az történik, hogy az ember már nem a valósághoz viszonyul, hanem a fogalmaihoz. Hát egy tipikus ugye, eset az, amikor emberek, ugye, az ember ugye, szerelmes valakibe, és akkor ugye, a szerelem az egy oldott állapot, igaz? Oldott állapot, jól érzi magát, és aztán egybe kelnek az emberek, és akkor kialakulnak olyan fogalmak, mint az én férjem, vagy az én feleségem, igaz? És ezzel együtt kialakulnak szerepek. Ja, ezek már fogalmak, szerepek. És az ember már nem az illetőhöz viszonyul, hanem a róla alkotott fogalmaihoz. Azt mondja, hogy ez az én feleségem. És a feleségnek ilyenek a jogai, egy feleségnek ilyenek a ilyen a szerepe, ezt kell csinálnia, ezt nem kell csinálnia, ha ezt csinálja, akkor jó, ha ezt csinálja, akkor baj, és így tovább, és így tovább. Ugyanígy a férjel kapcsolatban is. Ha? Tehát többé már nem a személyhez kapcsolódunk, mint olyanhoz, illetve viszonyulunk, mint olyanhoz, hanem a róla alkotott képzeteinkhez. És ez természetesen így van mindennel. Az asztallal, a papírral, a csészével, a süteménnyel, mindennel kapcsolatban. A levegővel, a fénnyel, a nappal. És kialakul az, hogy az ember nem a valóságban él,
hanem a fogalmak világában. Aztán a fogalmakat az ember összeszövi, és kialakít belőle ideológiákat. Ja, ideológiákat alakít ki, álomvilágokat alakít ki. Tehát a fogalmakból azután fantáziavilágokat épít fel az ember, és ezt hívjuk úgy, hogy a tudat. Tehát itt öt lépés van, ugye az első, öt halmaz van, az első a nem tudás, ebbe beletartozik még a szokás is, a beidegződés. Ez az első, a második ugye a érzés, a harmadik az észlelés, ösztönzés, a negyedik a fogalom, és ötödik pedig a tudat. A tudat pedig azt jelenti, hogy komplett álomvilágot alakítunk ki. Ez nem, ugye ezt nem kell szó szerint venni, csak álom természetű világot alakítunk ki. Tehát egyfajta hallucináció világot alakítunk ki, fogalmainkra alapozva. Most miről szól ez az egész történet? Az egész történet arról szól, hogy nincs első kézből szerzett tapasztalatunk a világról. Még nagyon-nagyon kis halvány valami van, de az annyira elenyésző, hogy nincs lehetősége. Hanem teljes mértékben a tudatvilágában élünk. Tehát ez az, amit nekünk meditációban ugye észre kell vennünk, hogy ez mennyire így van. Ugye, amikor meditálunk, akkor nagyon könnyű észrevenni, hogy mennyire a tudatban vagyunk, és mennyire kevéssé a valóságban. Ugye? Például az ember leül, és csak annyit akar csinálni, ugye, mint ahogyan mi meditálunk, hogy átéljük azt, hogy azt az egyszerű helyzetet, hogy ülök a fenekemen egy szobában, egyenes tartással, vagy akárhogyan egy testhelyzetben, és érzem a földet magam alatt, érzem a teret magam körül, lélegzem, ver a szívem, stb. Ja? Az ember ezzel leül, és ezek fogalmak az ő fejében. Ugye, amikor az ember vezetett meditáción vesz részt, akkor hallja ezeket, és ez egy fogalma. Ugye? Aztán, amikor a vezető elhallgat, akkor mi történik? Akkor... Minden jön, gondolatok, minden össze-vissza. Jönnek, zúgnak, zakatolnak. Az ember ne többé nem ül a fenekén, nincs szoba, nincs föld, nincs levegő, nincs légzés, nincs tér, semmi nincsen, hanem zakatoló, zúgó gondolatok, amik teljesen összemosnak mindent. Ugye? Tehát ezt kell észrevenni a meditációban. Ezt kell észrevenni. Aki nem ül soha le meditálni, az azt hiszi, hogy ő a földön ül a fenekén, és egy anyagi világ kellős közepén, ugye, élő világát, ugye? Erről szó sincsen. Erről szó sincsen. De ezt meg kell tapasztalni. Ha csak beszélünk róla, akkor az, hát ez nem is így van, mert akkor is a fenekemen ülök. Hát akkor éld át egy percig nem tudja senki átélni. Legfeljebb 5 másodpercig. És utána mi jön? Utána jön ez a tudat. Jön a tudat. Ja? De még azt se éljük át, ugye, hogy a tudat, hanem elkezdünk küzdeni, az megint csak maga a tudat. Ugye? Meg bealszunk, meg... Ez mind a tudat. Ez mind a tudat. Tehát a meditáció arra való, hogy ezt mind szépen vegyük észre. Hogy a tudatnak egy micsoda egy örvényében, egy dzsungelében élünk. És akkor megértjük azt, hogy tényleg egy szellemi, mentális világban élünk, és nem... Nem anyagi világban, nem anyagi világban. Ja. Például itt van az a csésze, és akkor az ember kap egy csésze teját, ja, és hogyha kap egy ilyen csésze teját, akkor az ember örül a tejának, és azt mondja, hogy itt minden rendben van, kaptam egy csésze teját. Ja. De hogyha az ember kap egy koszos, ragacsos műanyag pohárban egy kis iszonyatos löttyöt, ugye? Akkor egész más a helyzet. Akkor nem kaptam egy
hogy hívják ott, egy csészetejárt, pedig egy csészetejárt kaptam akkor is. Hanem akkor fölháborodunk, ugye? Micsoda, kisok, micsoda, szörny, igaz? Fölfordul a gyomrunk, ja? Kidobjuk az ablakon, elkezdünk kiabálni, csapkodni, ja? És ez mind a tudat. Ez mind a tudat. Ez mind a tudat. Ja? Akkor hol van az a csészetea? Nincsen csészetea. Ja? Akkor a csészetea ilyen, hogy mondjam, kedves, aranyos, ja? Jól szituált formában jelenik meg, akkor csészetea. De amikor felháborító formában jelenik, akkor nem csészetea. Akkor egy sértés. Akkor egy disznóság. Ugye? Akkor egy gyalázat. Igaz? Pedig az is egy csészetea. Tehát ez nagyon könnyű tetted élni. Ugyanígy vagyunk ugye szerelmünkkel, amikor azt csinál, amit elvárunk tőle, akkor ő a szerelmünk. Abban a pillanatban, amikor olyat csinál, amit nem vártunk, enyhén szólva nem vártunk el tőle, ugye? Abban a pillanatban jön a tudat. Igaz? De nem veszik észre, aki nem meditál, ez nem tudatosít, nem tudatosítja. Az csak elragadja az indulat, és akkor belehal. Belehal. Kiugrik az ablakon, mert a szerelme nem pontosan azt csinálta, amit ő elvárt tőle. Kicsit attól eltért. Lehet, hogy nem is tért el, mert lehet, hogy ez csak a tudatunkban jelent meg, hogy eltért. És az egész hazugság, gondoljuk Otello történetére, ugye? Hát Otello itt van köztünk. Itt van. Otello itt van. Ja? Hát az semmiből, ugye? Szavak félreértésével, sorozatos félreértésével és félremagyarázásával születnek a tragédiák. Ja? És ez mind a tudat. Ez mind a tudat. Ja, ha nem meditálunk, észre se veszünk. Nem veszünk észre. Ugye ez mind a tudat. Tehát ezért fontos ugye meditálni, és most ugye ezt azért mondtam mint csak el, hogy ugye arról beszélünk, hogy a tudatvilágában élünk. Jó, de arról is lehet beszélni, és azt meg is lehet tapasztalni, ez a lényeg. Ezt meg lehet tapasztalni. Meditáció arra való, hogy ne csak szóbeszéd maradjon, és akkor el tudjuk mondani másoknak, hú, képzeld, a tudatvilágában élünk, szellemi világban élünk. És akkor könyveket írunk róla, és akkor mások is könyveket, és akkor könyveket összehasonlítjuk, és akkor kritizáljuk, akkor találunk benne hibát, akkor kijavítjuk, akkor szebb könyvet, jobb könyvet, okosabb könyvet írunk, akkor a következő ember a mi könyvünket lehúzza a sárga földig, és akkor ő ír egy még szebb könyvet, még okosabb. Nem ér semmit az egész. De ezt meg lehet tapasztalni. Erre van a meditáció. Meg lehet tapasztalni mindezt. És akkor valóság lesz. És akkor tényleg megértjük, hogy a tudat úgy épül föl, hogy van az alapvető nem tudás, a beidegződéssel, aztán ott van érzés, az észlelés, ösztönzés, azután ott van a fogalmak, és ott van végül a tudat, ami már egy komplett álomszerű világ. Ja? Tehát rávetítésekből áll. Színrávetítés az egész életünk. Ja? Minden, amivel találkozunk, rávetítés. Ja. És tehát ennek kapcsán beszéltünk a hat világról, és azok közül ugye itt, amit itt látunk, igaz a hat világról, és azokat már nagyjából átvettük, még hátra van a pokolbirodalom, az elme pokolbirodalma, arról még nem beszéltünk, a többiről beszéltünk, azt mondtuk tehát, hogy az ötödik halmaz szintjén a tudat létrehozza a hat világot. Tehát a tudat szinten, igaz? Az ötödik szint az a tudat. És ezen a szinten ugye elkezd a tudat halucinálni, és a képzeteiből létrehozza a hat világot. Na, hat világot. Ez mit jelent? Ez más szóval megfogalmazva azt jelenti, hogy megszületik a tudat a hat világ valamelyikében, és aztán átszületik a következőben.
Ez azt jelenti. Ha? Mert ezeknek a világoknak álomszerű a természetük, tehát halucináció, ha? És tudatállapottól függenek. Tehát ezek tudatállapotok. Most amikor a tudatunk fölvesz egy állapotot, mondhatjuk azt, hogy a tudat megszületik egy bizonyos képzett világban. Tehát így kell elképzelni a születés gondolatát. Ez a lényeg, ez a fontos. Ez a fontos. Tehát a születés gondolatát, így születés eszméjét mondjuk, így kell elképzelni. Mi amikor a születésre gondolunk, arra gondolunk, hogy itt volt ez a világ, és akkor mi beleszülettünk ebbe a világba, ami itt kész volt, egy anyagi világ, aminek a léte ugye megkérdőjelezhetetlen, és akkor mi ebbe beleszülettünk. Ja. De a mi szempontunkból ez egy helytelen gondolkodás. Mi szempontunkból az történt, hogy mi a karmánk révén, ha fölvettünk egy bizonyos tudatállapotot. Ez a mi születésünk. Tehát jelen esetben ugye emberek vagyunk, és a karmánknak köszönhető az, hogy ember tudatállapotot vettünk föl. Ja? Ugye meghaltunk előző életünkben, akkor volt ez a bizonyos köztes létállapot, igaz? És utána a köztes létállapot végén, amikor a karmánk olyan alakot öltött, hogy elkövetkezett a egyfajta tudat állapot váltás, és ez nagyon fontos szó itt, a tudatállapot váltás, mert ez a kulcs az újra születésben. Egy tudatállapot váltás bekövetkezett akkor, attól függően, hogy milyen karma uralkodott a tudatban, egy olyan állapotba váltott át a tudatunk. És így lettünk emberek. A többi részletkérdés. A test, stb. Arról is fogunk beszélni, de ez nem annyira fontos. Fontos itt az, hogy embernek születtünk azért, mert olyan karmánk volt, hogy a tudatunk egy ilyen állapotba válthasson át. És ez megtörtént. Ja? Mert hogyha a tudatunk például egy állat állapotba váltott volna, akkor nem születtünk volna embernek. Akkor állatnak születtünk volna. Ja? És azon belül is ugye számtalan. És az emberi születésen belül is ugye számtalan lehetőségünk volt. Igaz? Hogy lehetett volna olyan tudatállapotunk, hogy például Kínába születünk. Ja? Vagy Afrikába, ja. Vagy Magyarországon születünk esetleg olyan állapotban, hogy mondjam, kedvezőtlen állapotok közé, ja. Betegen születünk például, mert olyan karma érik meg, hogy egy ilyenfajta álom alakuljon ki, vagy rövid életűnek születünk, lehet még az anyamében elpusztulunk, vagy fiatal korunkban. Ez még a karma. Ja. És ezek annyira fontosak az életünkben. Ezek a fontos dolgok. Nem az a fontos, hogy most ez az asztal itt van, meg fából van. Ezek nem olyan fontos dolgok. Fontos dolgok a szellemi dolgok, lelki dolgok. Azok a meghatározóak. És ezt mind a meditációban tudjuk csak megérteni. Akkor ülünk, és az egyszerűen csak ülni akarunk, tehát leegyszerűsítettük az életünket arra, hogy csak ülünk a fenekünkön, a földön, és csak vagyunk a térben. Még ezt az egyszerű dolgot sem tudjuk átélni. Ezt is csak áttételesen, néha rágondolhatunk, de azok csak gondolatok, ez nem maga a valóság. Ja?
És az is csak ritkán, mert olyan óriási nagy dolgok jönnek, mennek a tudatban, hogy magukra sodornak. Ja? Hát ez egy köztes létállapot, ez is jelenleg most vagyunk, de ezt tudják, hogy a születés létállapota, születésbardó, vagy életbardó. Na, tehát ilyen módon születünk a pokol birodalomban, egy tudatállapot váltással. Az ember született embernek, állatnak, éjszellemnek, pokollakónak, istennek, és féltékeny irigyistennek. Tehát hatféle módon született, igaz? Állat, ember, állat, isten, félisten, szellem, éhes szellem és pokollakó. Tehát most eljutottunk a pokolbirodalomhoz. Mi ez, hogy pokolbirodalom? Tehát még egyszer, hogy tudatállapotokról van szó. Az elme pokolbirodalmát gyűlölet és erőszak tölti meg. Ja? Ez az alapvető. Ha az emberben, ugye, amikor az emberben elszabadul a gyűlölet, akkor elszabadul a pokol. Ja? Tehát a gyűlölet hozza létre a pokolt. Az erőszak nem tűnik, és az erőszak, gyűlölet és az erőszak. Az erőszak nem tűnik a sajátunknak, hanem úgy tűnik, az egész teret betölti körülöttünk. Ja? Ez egy nagyon jellegzetes vonása a gyűlöletnek és az erőszakosságnak, hogy nem úgy érezzük, hogy mi gyűlölünk, hanem úgy érezzük, hogy minket gyűlölnek. Ja? Minket gyűlölnek. Nem azt, hogy mi bántunk, hanem minket bántanak. Ja? Ez egy jellegzetes. Tehát az a gyűlölet, amit mi kilövellünk magunkból, az visszapattan mi ránk. És nem értjük, hogy ez tőlünk ered, hanem azt hiszük, hogy a világból ered mifelé. Rendkívül folytogató bezártság érzetünk van. Nincs tér, hogy lélegezzünk, nincs terünk cselekvésre, az élet maga alá gyűr. Ja? Tehát egy folyamatos pánik helyzet van, amikor az ember folyamatosan menti a menthetőt. Tehát semmi tere nincs arra, hogy valamit rendbe tegyen, valamit tervezzen, valamit megfontoljon, hanem mindig csak menti, ami menthető. Tehát folyamatosan maga alá gyűri az élet. Ja? Az erőszak érzete oly erős, hogyha kielégítése véget megölnénk valakit, a kielégülés csak nagyon kis mértékben következne be. Ja? Tehát még ha meg is ölnénk valakit, ugye erőszak azt mondja, hogy megölöm, és ha végül megölnénk az illetőt, egy pillanat esetleg úgy éreznénk, hogy de jó, következő pillanatban a gyűlölet folyik tovább, ugye jön belőlünk gyűlölet. Abban a pillanat találunk valaki mást, célpontul. Ja? Az erőszak érzete a környezetünké válik, amelyben azt sem tudjuk, ki kit öl meg. Az erőszaknak nincs vége. Tehát gondoljunk itt ugye üldözési mániára, stb. Ja? Belülről jön az ellenszem, a gyűlölet. És úgy érezzük, hogy minket gyűlöl az egész világ. Minket üldöz, minket bánt az egész világ. A fájdalmat nem tudjuk előre az erőszakkal megszüntetni. Minél többször ölünk, annál jobban megerősítjük az ölőt, amely újabb és újabb megölni való dolgokat hoz létre. Ja. Tehát az érzelmekkel mindig ez történik, ugye? Az érzelmek elragadnak bennünket, nem lehet az érzelemtől megszabadulni azáltal, hogy például ugye, hogy itt a gyűlölet esetében, hogy gyűlölök valakit, és azt megölöm. Nem, mert az érzelem maga nem szűnik meg. Ugyanígy vagyunk a vágyal, a ragaszkodással is.
vágyunk valami után, és hogyha esetleg ugye nagyon ritka, kivételes esetben ugye meg is tudjuk szerezni azt, ami után vágyunk, már nem érdekel bennünket, mert a vágy árad tovább. Azonnal talál valami új célpontot, ami után vágyakozni kezdünk. Ugyanígy a gyűlölet. Az erőszak végül úgy elhatalmasodik, hogy mindent betölt, nincs többé tér, az egész környezet megkeményedett. Szünetek sem adódnak soha. De ez egy kemény világ, nagyon fontos érteni, kemény világ. Általában az érzelmek világa kemény világ, minden érzelem világa kemény világ, de ugye ez legnyilvánvalóbb az erőszak esetében, mert az erőszak ugye a legkeményebb. Kemény világ. Tehát önmagunkat fagyasztjuk be, míg végül már meg se tudunk mozdulni. Ugye az embereknek, amikor problémájuk van, bajuk van, akkor ugye fölmerül mindig óvatatlan a kérdés, hogy akkor a helyzetet megoldani erőszakkal. Ja? Mert úgy tűnik, hogy na egy csapás, vagy egy húzás, és akkor megoldódik a helyzet. Hát ez a legnagyobb tévedés. Keménységgel soha nem lehet megoldani a helyzeteket. Mert a keménység az a keménységet szül. Önmagunkban, függetlenül az a környezettől, nem is arról van szó, hogy visszaütnek ugyanolyan keményen, hanem azzal, hogy keményen cselekszünk, saját magunkat megkeményítjük, még jobban. Mivel még keményebbek vagyunk, még nagyobb lesz a probléma. Még nagyobb lesz a probléma. Mert pontosan a keménység a problémák. Ja? Pontosan az erőszakosság a problémák. És az erőszakosság ugye még megerősödik, akkor még nagyobb lesz a problémák. Ez nagyon egyszerű és nagyon egyenes, hogy mondjam, logika. És ezt nem szabad elfelejteni. Nem szabad elfelejteni. Mert a keménység soha nem fogja megoldani a helyzetet. Soha. Úgy tűnik, mintha lehetne. Soha. Soha. Ja. Hát pontosan a legnagyobb baj a keménység. Tovább erősítjük, hogy még rá keményítünk, ugye? Akkor még nagyobb lesz a probléma. A megoldás az oldás, mindig az oldás. Oldás. Ugye? Az, a jég, hogyha még jobban lehűtjük, van egy 10 fokos jégünk, és ezt lehűtjük 20 fokra, ugye? Minusz 20 fokra, a minusz 10 fokos jeget minusz 20 fokra, akkor még rosszabb lesz, nyilván. Még nehezebben olvad fel. De hogyha fölmelegítjük 0 fokra, akkor végig eltűnt a jég. Minél inkább próbálkozunk megsemmisíteni ellenségeinket, vagy legyőzni ellenfeleinket, annál nagyobb ellenállást hozunk létre, és ellenerőszakot, mely visszaüt rá. A pokolbirodalomban lángokat szórunk magunkból, amelyek folyamatosan visszacsapnak ránk. Egyáltalán semmi tér sincs, amelyben nyitottságot vagy tágasságot érezhetnénk. Ehelyett egy állandó erőlködés van, amely bezár minden teret. Tehát ugye a klasszikus leírása a pokolnak, hát ezt ugye mindenki hallott már, keresztény képzett világban hasonló, ugye minden teli van tűzzel, ugye az ember úgy érzi, hogy üstben fő, vagy pedig égő mezőn kell átmenni, ahol maga tér, a levegő is teli van lángokkal, nincs mit lélegezni, ha belélegez az ember, akkor ugye lángokat lélegezve, és ugye belülről is égeti, kívül, tehát ez a teljes bezártság. Maga a gyűlölet, a környezetünk, az egész környezetünket betölti a gyűlölet, a saját gyűlöletünk. Ha.
Tehát ez a hat világ, ez a hat világ, és tehát ebben a hat világban vált át az elménk folyamatosan, egyikről a másikra. Itt a kör, azt jelenti, hogy körbe-körbe megyünk, egyikről a másikba, folyamatosan. És ez lejátszódik egy nap alatt, lejátszódhat rövidebb idő alatt is, lejátszódhat. Ugye, hosszabb periódusokban, amellett mondhatjuk, hogy az egész életünkre rányomhatja a bélyegét egy irodalom, tehát vannak ugye emberek, akik inkább úgy élik az életüket, mint hogy Isten világban élnének, vannak, akik embervilágban, vannak, akik félisten világban, vagy állatszerű életet élnek, vagy éhes szellemszerű életet élnek, vagy pokolszerű életet élnek. Tehát az embernek az egész életére is rányomhatja a bélyegét ez a hat világ. És ugyanakkor ez a hat világ, a hat világnak az élménye, napi élmény. Tehát naponta is át lehet élni, többszörösen is. Amikor elkap bennünket ugye a gyűlölet, akkor az maga a pokol, elkap bennünket a ragaszkodás, a fösvénység, az maga az éhes szellem, egy rövid időre akár, és aztán elmúlik, átadja a helyét egy másik érzelemnek. Hát ilyen módon tudjuk a különböző érzelmek világait átélni. Kérdése ezekkel kapcsolatban, akár a mostani, akár a délelőtti dolgokkal, vagy akár más hasonló jellegű dolgokkal. Fontos itt eljutni tényleg ahhoz a felismeréshez, hogy tényleg szellemi világban, mentális szellemi világban élünk, a saját tudatunk világában élünk, amit a saját tudatunk teremt. Ennek mondjuk az elméleti részével foglalkozunk, de ebből tapasztalat és meggyőződés csak felismerés által születhet, az pedig meditációban történik meg. És ez nem azt jelenti, hogy valamiféle megvilágosodás, ez a hétközben meditációban látjuk, hogy a tudatunk hogyan váltakozik különböző érzelmi állapotok között, látjuk, hogy a tudatunk mennyire kevésbé észleli a valóságot, és mennyire rávetít, sőt, mennyire, még csak mondhatjuk, sokszor rá se vetít, hanem mennyire a saját világában él, de az ember régi sérelmek ugye rágnak a fejében, és azok folyamatosan dolgoznak benne. Az ember elmegy, nem tudom én, sétálni az erdőbe, és az erdőből semmit nem észlel, mert régi sérelmek, meg tervek, a jövőre vetített tervek, stb. Azokon gondolkozik, pörög az agya, ja. És aztán erdőből semmit nem is észlel. Szinte nem is tudja, hogy az erdőben van. Aztán neki megy egy valaminek, egy ágnak, és akkor dübe gurul. Dübe gurul. Miért gurul dübe? Mert eleve zaklatott. És elég egy kis ága, nem tudom, belakad a ruhájába egy kis tüske, és akkor az ember tör az út az erdőbe egyedül. Ja? Egyedül, minden ok nélkül. Hát nem minden ok nélkül, ez egyszerűen mutatja, hogy ez saját belső világában van, és nem az erdőben. Nem az erdőben, a saját belső világában. Ja. És akkor egy fagyökérben elbotlik, és akkor kivágja a fát bosszúból, hogy elgáncsolta őt. Hát ő saját magát gáncsolta, nem figyelt, mert nem volt ott, hanem a saját gondolataival volt, ugye? Tehát
ez az út. Megtapasztalni, hogy tényleg a saját elme birodalmunkban vagyunk, ahol a döntő az, hogy milyen tudatállapotba kerülünk. Ez a döntés. Nem az a döntő, hogy hol vagyunk. Ja? Ja? Tehát ő fizikailag. Nem az a döntő. Az a döntő, hogy itt hol vagyunk. Lehetünk a feketünk a szerelmünk karjáiban, ugye, egy csodálatos, nem tudom én, luxus helyen, ugye, mit tudom, egy szállodában, vagy akármiben. Ja. De közben másra gondolunk, és észre sem veszünk, hogy hol vagyunk. Nem vagyunk boldogok. Ja. És ezzel dolgozni lehet. Dolgozni lehet. Ezzel mit tisztítani lehet. És akkor közelebb kerülünk a valóságot. Le lehet bontani ezt az egész szer építményt, amiről itt beszéltünk, ugye az öt halmaz építmény, ezt le lehet bontani. Még csak nem is kell lebontani, ugye már a délelőtt említettük, hogy csak hagyni kell az elmét, hogy leegyszerűsödjön magától. És akkor ez magától lebomlik, az egész magától lebomlik. És akkor ez maga a valóság. Az az élmény, amikor teljesen leegyszerűsödjön, akkor megtapasztaljuk tiszta fényt, és az maga a valóság. És akkor a szerelmünk tényleg a szerelmünk lesz, az erdő tényleg erdő lesz, a pörkölt, az tényleg pörkölt lesz, a teja tényleg teja lesz. Ja? És nem hallucináció. És minden probléma, minden baj, minden szenvedés abból jön, hogy hallucinálunk. Tehát nem a valóságban élünk, hanem a saját elmebirodalmunkban. Azon kívül probléma nincs. Azon kívül gram probléma sincs sehol. Tehát a világban nincs probléma. A probléma csak ebben a szokásunkban van, hogy a saját elmebirodalmunkban élünk, és ott aztán teljes a kávasz, teljes az űrzavar. Belebetegszünk, másokat is megbetegítünk, megölünk másokat, megöljük magunkat. A tanítás azt mondja, hogy a zavaros tudat világában annyi boldogság sincs, amit egy tű hegyén elférne. Ja? Annyi valódi boldogság sincs. Mert az, amit mi boldogságnak hívunk, az csak a változás szenvedése. Ja? Az orvos tudott boldogsága magában hordozza a fájdalmat, amit a boldogság elveszítése jelent. Abba, ugye most boldog vagyok, most már nem vagyok boldog. Ez a boldogság magában, a pillanatnyi boldogság magában hordozza már azt, hogy ennek vége lesz, és az fájni fog nekem. Ezért hívjuk ezt a fajta boldogságot, a változás szenvedésének. Valódi boldogság az, amikor a valóságban élek. Az boldogság. Tehát az nincs, ilyen boldogság nincs a zavaros tudat világában. Mert az már kívül van a zavaros világ. Az már ott fönt van. A buddák azok boldogok. Könnyű nekik. Ja, van valakinek kérdése? Mondani valója? Én azt szoktam kérdezni, hogy többi lépbirodalomban is az érzése a lényeknek, vagy hát nekünk, hogy szilárd anyagi, tehát ami itt is... Persze, teljes, hogyne, hát hogyne, ebből fakad a szenvedés, ugye? Mindig ugye úgy érezzük, hogy ez én vagyok, az a világ, és mind a kettő kemény, mind a kettő szilárd. Persze, mint az álomban is.
Mindig ez az érzésünk van, pedig hát nincs is fizikai testük bizonyos lényeknek. Igen. Egy kérdés, hogy amikor az ember meghal, akkor utána azon kívül, hogy a barlóban van, érzékeli a többi elhalálozottat is? Tehát egyedül van akkor, hogy az hogy van ilyenkor, hogy érzékeli a többieket is, a többi lényt is? A többi barló lényeket? Igen, és akik éppen akkor meghaltak. Akik meghaltak. Hát ezt, ott egy nagyon zavaros tudatállapot van, ilyen lázállomszerűnek írják le, ahol bármit lehet érzékelni, de abban semmi jó nincs. Tehát nincs egy ilyen, mondjuk ilyenfajta stabil érzékelés, mint most, hanem az föltűnik, eltűnik, köd, stb. Zűrzavar van. Most, hogy abban vannak elhalálozottak, az édes mindegy, nincs jelentősége, mert nincs az, hogy akkor találkozom vele, és akkor szia, és akkor te is, és akkor kedves, szeretlek, de jó, hogy találkoztunk. Tehát ez zaklatott állapot, nagyon zaklatott állapot. Minden szerte foszlik, tehát egy nagyon nyughatatlan állapot. Így írják le ezt talán. Ugye vannak leírások, tudom, hogy az ember ugye várják már, és örül, mert fogadják a többiek, és akkor lehet mindenkivel találkozni. Ott is a leírásban ezek nem nincsenek. Ilyen halálközeli élmény leírásokban ilyesmiket lehet olvasni. Csak ugye erre a buddhisták azt mondják, hogy azok viszont halál közeli élmények, azok az emberek nem érték át a halált. Tehát még ezen az oldalon. Ez egy más élményvilág. Aki egyszer átlépte a halált, az nem jön már vissza. Aki visszajött, az még nem érte át a halált. Az csak halál közeli élményben részesült. Ja. És hogy ott mi van, mi nincs, az még mindig, ugye, az nem a halál. Aztán persze vannak a bodhiszatvák, ott megint más, ugye? Bodhiszatvák azok más, azok tiszta állapotban lépik át a halált, és azok persze halál után is tudnak találkozni. Ugye a Vivacsán Rolandban ugye van, hogy akkor ugye segítsem, hogy a hozzám közel tartozókat, tanítványokat is, amikor ők meghalnak, stb. Hát az más, az már bodhiszatvák. De hát ugye mi bodhiszatvák vagyunk, és mi bodhiszatvák fogunk meghalni, ebben nem szabad kételkedni. Úgyhogy ez fontos, az ember nem így gondol magára, akkor magának csinál rosszat. Tehát gyakorolni kell kételyek nélkül, ja, és be kell irányozni a magát arra, hogy ez így lesz, és akkor abban hinni kell. És akkor az megvalósul. Kételj az nem jó. Kételj a legrosszabb. Ehhez kell megint a tapasztalás. Az ember nem gyakorol, a tudata nem erős, a tudata, hogy mondják, fejletlen. És akkor, ahogy a szél fúj, ugye, akkor a tolpihe úgy repül, és akkor az ember nem tud elhatározni semmit, kívánságot se tud rendesen megfogalmazni, összezavarodik, képlékenye, és akkor ez folytatódik nyilván a halál után is. Ez nagyon fontos, hogy az ember gyakorol, annak eredménye van a tudat, szépen letisztul, fejlett lesz, ja, erős lesz, az embernek a gondolatai ugye egészségesek lesznek. Nincsenek kételyek. Ez a gyakorlással jár. Ha valaki nem gyakorol, hiába mondjuk mi, hogy ne kételkedj. Ne kételkedj te. Hogy kell azt csinálni? Úgy kell csinálni, hogy gyakorolni kell, és akkor ugye jönnek a fölismerések, és akkor
jön a bizonyosság, és akkor elmúlik a kételjelet. A kételjelet nem lehet megszüntetni, létcsapóval nagyon ütni, hát kihallott egy ilyen. Kételyfogókat felrakni, ugye, szobába, és akkor kételycsapdákat beleragadjanak a kételjeink. Ilyet még nem találtak fel. Jó. Van még valakinek mondani valója? Nincs. Hát akkor ajánljuk fel az érdemeket. Teljesüljön, váljon valahol.